Hamarosan itt, ebben az egyelőre üresen álló helységben nyílik majd Szolnok első egészségfejlesztő irodája. Az érdeklődőknek nem a kórházat, hanem a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét kell majd felkeresniük, ha tanácsra van szükségük. Itt lesz ugyanis az iroda. A Hetényi Géza Kórház 110 millió forintot nyerte a szolnoki kistérségi egészségfejlesztési programra, mely ma hivatalosan is kezdetét vette. Ennek a programnak az lenne a célja, hogy a szolnoki kistérség 17 településének, illetve Szolnok városának a lakosságának segítsen abban, hogy életmódváltással, egészséges életmódszemléletváltással egyre inkább hozzásegítsük az egészséges életmódhoz. A pályázathoz 23 házi orvosi körzet csatlakozott. A betegek az ő javaslatukra, illetve anélkül is felkereshetik majd az irodát. Sajnos azt kell mondjuk, hogy bizony a szívérrendszeri betegségek esetében, és bizony most már eljutottunk oda, hogy a hölgyek esetében, a szívérrendszeri betegségekben nagyon komolyan élen járunk, ugyanúgy a daganatos betegségek, vagy ha nézzük a mozgásszervi megbetegedések tekintetében. Mind a város, mind a megye nagyon komoly lépéseket tett azért, hogy a betegség megelőzésben és az egészség megőrzésben élen járjunk. Dr. Bene Ildikó a pályázat nyitó rendezvényén hangsúlyozta, az a céljuk, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos a megelőzés és az egészséges életmód. Az iroda létesítése a programnak csak az egyik eleme, emellett egészségnapot is szerveznek majd a településeken. Minden településen lennének egészségfejlesztési előadások, ami úgy tervezzük, hogy 5 alkalommal lennének ezek az előadások, illetve minden településen egy-egy egészségnap, ami egy komplex program lenne, illetve az is egy fontos része, hogy Szolnokon 2 egészségnapot szeretnénk tartani, mert nyilván a legnagyobb településről van szó, és az egészségügyi állapot felmérés, ami egy lényeges része még ennek a programnak. Az iroda nyitvatartási rendjének kialakítása még folyamatban van. A pályázat 2015. februárjáig tart.